Közmű Televízió. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Van egy hely spirituális központ első kerekasztal beszélgetésén. Ugye az elsőből kiindulva látszik, hogy ez egy sorozatnak indul. A mai témánk pedig 2012 a változás éve lesz. És azért dobtuk fel ezt a témát, mert ez az év mindenkit megmozgat ebben a témában, a sok proféciának és jóslatnak köszönhetően. És még egy érdekesség van, ugye, hogy először voltatok meg ti, meg mint terapeuták, és csak utána lett feldobva a téma, erről is látszik, hogy nem szakértők ülnek itt, 2012 szakértői. Úgyhogy szeretném bemutatni a résztvevőket, Strasser Katalin, együttműködő erőszakmentes kommunikáció, tréner és mediátor, Büdi Szilvia Nóra, asztrológus és kineziológus, illetve Bakó Eszter, grafológus, tréner, jó magam pedig Hamza Judit vagyok. Hát nem tudom, hogy ti hogy álltok hozzá ez a témához. Soha ennyi profécia nem látott, és jelenről is nem látott napvilágot, mint 2012-vel kapcsolatban. Ugye vannak már be nem teljesült világvége dátumok, nem tudom, hogy ti emlékeztek, 2005. május 5-e volt a legutóbbi. Erre elég kevesen emlékeznek. Nektek mit jelent 2012? Hát az az igazság, hogy én magam is olvasgatom ezeket a híreket, amik részben arról szólnak, hogy tényleg a világvége következik, részben arról szólnak, hogy semmi sem fog történni, és természetesen vannak olyanok is, ahol pedig arról van szó, hogy ez egyfajta felemelkedési lehetőség, vagy egy olyan fajta változás, ami nem annyira kézzelfogható lesz, hanem sokkal inkább egyfajta, mondjuk, hogy belső változásokat tud hozni az emberek életében, és hát én úgy ahhoz kapcsolódom, amelyik ezt a harmadik változatot, tehát hogy ebben hiszek, vagy ez az, ami számomra is egy ilyen elképzelt pillanat, ami természetesen nem csak abban az egy napban, vagy pillanatban fog megtörténni, ami a december 21-e és 22-e között van, hanem én úgy élem meg, hogy ez gyakorlatilag folyamatosan itt van közöttünk, és inspirál minket arra, hogy jobban figyeljünk arra, hogy mit és hogyan csinálunk. Na mondjuk Szilvi, te mint asztrológus, ugye itt egy egészen pontos dátum van kitűzve, 2012. december 21-e, 12 óra 21 perc. Ez olyan, mintha egy asztrológus kiszámolta volna, hogy ekkor történnie kell valaminek, ami minimum egy katartikus élmény. Biztos, hogy az lesz, mert mindenki erre számít már, tehát ha más nem az, hogy mindenki egyszerre ugyanarra gondol, bár ugyanarra gondolna, de nem. Szóval, hogy beszéltük is itt előtte, hogy nem szakértő egyikünk sem, tehát így túlzás lenne azt állítani, hogy bármelyikünk is tud olyat mondani, ami a valóság és teljesen hiteles. Mindenkinek megvan a saját véleménye arról, hogy mi fog történni, és azt hangoztatja. Van, aki kicsit erősebben, van, aki kicsit kedvesebben, és van, akinek az a célja, hogy félelmet gerjesszen, van, aki pedig csak szeretné megnyugtatni azokat, akikben már az a félelem megjelent. Ez a dátum, ez a 12 óra 21-el, hát ugye onnan indult ki ez az egész, hogy a majáknak a naptára akkor lejár, illetve az időszámításuknak akkor vége van. Na most én azt nem gondolom, hogy azért, hogy a maják 12 óra 21-re kiszámolták, hogy akkor jár le a naptáruk, maximum 2012-ben jár le. Tehát, hogy eleve ez a 12 óra 21, az csak a számok energiái miatt érdekes, hogy ennyire ismétlődik ez a 12 és 21. És az biztos, hogy a számoknak van energiájuk, és annak is van energiája, hogy évek óta mindenki ugyanazzal foglalkozik, hogy évek óta mindenki 2012-vel foglalkozik, mindenki arra gondol, hogy vajon mi lesz, valaki a félelmesebbik verziót választja, hogy vége a világnak, valaki pedig az, hogy felemelkedünk, és ebben is vannak különböző kategóriák, hogy féllényé válunk-e, vagy csak dimenziót váltunk, vagy elmegyünk. A mai információ az volt ezzel kapcsolatban, hogy már lehet jegyet venni az űrhajóra. Tehát, hogy ilyen mondat, nem tudom, de hogy ilyen mondatok is terjednek, és tehát, hogy pánikkeltés zajlik. És ugye az a kérdés, hogy vajon ez kinek éri meg, hogy mindenki elkezdjen félni.
Tehát én azt gondolom, hogy inkább elkörül forog ez az egész 2012, hogy mi az, amiben együtt tudunk mozogni, és együtt tudunk gondolkodni. Hogy vajon a pánik, amivel mindenkit kibillentünk, és kétségeket okozunk, és félelmet, vagy esetleg össze tudunk fogni, és egy kicsit egymást megtámogatni, és megszeretgetni, és biztosítani arról, hogy ha nincs is minden rendben, de azért még mindig mi vagyunk az életünk urai. És hogy tudunk azért tenni, hogy ez a jövő, ez valahogy úgy alakuljon, ahogy mi szeretnénk. És ez a december 21 tényleg jelentős dátum olyan szempontból, hogy körülbelül 2 éve mindenki erre készül. Tehát ez akkora energiát oda tömít már erre a napra, hogy biztos, hogy ennek van hatása. De jó lenne, hogyha ez olyan hatású lenne ez a nap, hogy tényleg a szeretet energiáját emelje föl, vagy hozza be az életünkbe, ami így hangozhat patetikusan is, de végülis ez a lényege az életnek. Igen, de igen, jól mondod, kb. 2008-2009 óta áradnak a 2012-vel kapcsolatos újságcikkek, műsorok, könyvek. Bementek egy könyvesboltba, tele van 2012-ről szóló könyvvel, de ugye ez a spirituális oldala, van a tudomány oldala is, és őket is rendkívüli módon foglalkoztatja ez a dátum, csak ők ugye a tudományos szempontból napkitörések sűrűsödnek, előfordulhatnak áramkimaradások, vízhiány, ilyesmi, míg a mondjuk egy lesarkított verzióval, spirituális szempontból pedig, hogy 3 nap sötétség lesz, vagy 3 hónap, nem tudom, mert biztos hallottátok el. 3 napos verzió, igen. Na most ezt így el tudjátok képzelni? Hát igen, az eszméletlen nehéz így hozzászólni, mivel hogy senki nem tud igazából semmit, csak jóslatok. Én azt tudom, én optimista verzióként fogadtam el, amikor meghallottam, ráadásul ez a hírekbe zajlott, hogy a Titikakatónál az indiánok ünnepelni fogják ezt a napot. Na most, ha ott ők ünneplik ezt a napot, akkor az eléggé pozitív az ő szemszögükből is, tehát nem a világ végére készülnek. Úgyhogy ez már önmagában optimista szerintem. De igazából ez a 3 napos sötétség, szerintem, hogyha ez is lesz, akkor is gyakorlatilag föl tudunk úgy készülni, hogy 3 nap alatt se nem gond igazából a vízhiány, se annyira nem lett gond, mert tudjuk, hogy a fénytáplálkozók azok egy hét alatt nem esznek és nem isznak. Tehát ez is megtörténhet igazából. Állítólag, orvosilag ez elfogadható. Mert én nekem hogy konkrétan volt egy olyan ismerősöm, aki ilyen fénytáplálkozást csinált, 50 emberrel Pilisben, és nagyon érdekes, mert semmi gond nem volt, cukorbetegek, vesebetegek, teljesen könnyedén meg tudták ezt oldani. De hát ez mondjuk a hozzáállás kérdése, mondjuk ne ezt nézzük, mert ez egy kicsit nehezebb valószínűleg a fizikai oldalról, de a lelki oldalról szerintem abszolút pozitívan kellene nézni ezt, és úgyhogy a fény és a szeretetnek az igazi korszaka jön el. De vajon egy hétköznapi ember fel tud erre készülni? Fel lehet erre készülni, hogy valami történik? Nem tudom, ez is ilyen fantázia részemről, hogy ezt a fajta ilyen proféciát én is olvastam, vagy nem is, tehát ha jól emlékszem, ráadásul ez ugye, mintha alá lett volna támasztva azzal, hogy ez a NASA-tól kiinduló hír volt, amitől nyilván nagyon sokan ezt komolyan veszik, és mondjuk, hogy megijeszti őket, és hát ahogy feltételezem, hogy biztos lesznek olyan emberek, akik tudom én, eltesznek egy balon vizet, meg föltöltik a kamrájukat, és ilyen értelemben feltétlenül, tehát egy hétköznapi ember ilyen értelemben biztos föl tud készülni, ha ő úgy érzi, hogy ennek hitelt ad, vagy őt ez mondjuk, hogy megnyugtatja. Tehát bennem őszintén szólva, tehát én nem ilyen formában készülök erre a napra. Szóval, hogy valahogy nem tudott engem megszólítani és megrémiszteni az, hogy most akkor ez fog történni, mert mondjuk tényleg egy jó ideje azzal foglalkozom, hogy hogyan tudom a saját világomat mondjuk megteremteni. Ami azt jelenti például, tehát tényleg lefordítva a hétköznapok nyelvére, hogy egyszerűen például, ahogy én viszonyulok másokhoz, tehát egyszerűen az életem során, tehát igyekszem
mondjuk kiszűrni azt, hogy mindenről panaszt csináljak, vagy azt keressem, hogy ki a hibás a dolgokban, és nem pedig azt, hogy lehetne megoldani. És azt tapasztalom, hogy ennek megfelelően a világomban szóval sokkal jobban előtérbe kerülnek azok a dolgok, amik tényleg arról szólnak, hogy én keresem a megoldásokat, és nem állandóan azzal találkozom szembe, hogy keresztbe tesznek nekem az emberek. Tehát, hogy ilyen értelemben úgy gondolom, hogy fogalmazzak, tehát úgy élem meg, hogy ez egy bizonyíték számomra abban, hogy ezt érdemes csinálni. Találkoztatok, hogy mindannyian más területtel foglalkoztok, ti találkoztatok már kezelések kapcsán olyannal, akit kimondottan ez a dátum érdekelt? Szerintem mindenkit, most már egyre többen kérdezik. Folyamatosan nagyon, tényleg. Nagyon kérdezik, igen. Mindenkit érdekel, mindenkinek nagyon izgalmas téma, ez van, akit jobban, van, akit kevésbé, és ugye visszautalném még az előző kérdésre, hogy ebbe a fogyasztói társadalomban, amikor egy háromnapos hétvége előtt az emberek úgy mennek el a boltba, hogy telekosárral jönnek, telekocsival, tehát nem hiszem, hogy aggódni kéne egy háromnapos sötétség miatt is, még ha lenne is ilyen. De ez megint egy olyan dolog, mint a 2005. május 5-e. Tehát oda is jövendőltek egy csomó mindent, ahogy mondod is, mégse lett semmi. Tehát, hogy érdemes lenne néha ezeket a dolgokat átgondolni, és nem mindent elfogadni elsőre. És azt mondom, hogy ha bárki riogat bármivel, akkor egyrészt el lehet gondolkodni, hogy jó, lehet, ilyen lehet, nem lehet. De még hogyha lesz is, mit tudunk vele tenni? Tehát, hogy rá tudsz készülni úgy most, hogy valamikor esetleg lesz egy háromnapos sötétség, nem tudsz rá készülni, sehogy nem tudsz. Tehát nem lehet az, hogy bunkert építesz, hogy rácsokat teszel mindenhova. Nem lehet így élni. Az lenne az élet célja, hogy most, ma éljük meg az életet. Nem az, hogy féljünk attól, ami majd esetleg egyszer lehet, hogy lesz. És ugye ez az, ami nehéz ebben a társadalomban, vagy ebben a világban most, mert azon nevelődtünk föl, hogy hallgatjuk a híreket, és a hírekben leginkább a negatívumokat halljuk. Pozitív híreket nem nagyon hallgatunk, illetve nem nagyon vannak. És az az alap, hogy kétség legyen az emberben, félelem legyen az emberben. És így, hogy így nevelődünk fel, hogy mindent elhiszünk, és mindentől félünk, így nem lehet élni konkrétan. És azt gondolom, hogy ez a 2012 megelőző válsággal együtt annak a megtanulását hozza el, hogy hogyan tudnánk másképp élni, és nem úgy, ahogy eddig. Tehát nagyon sok embernek megváltozott az élete gyökeresen, akár anyagilag, akár lelkileg, és ez muszáj volt rádöbbentenie sokakat, hogy lehet, hogy el kellene szakadni a régi világlátásunktól. Attól, hogy nekem kell még egy Ferrari, jó, ez most eltúlzott volt, tehát, hogy kell-e még egy cipő, vagy ez bármi más, hogy nekem kell a másikkal összevesznem, hogy alapdolgokon vitatkozni, vagy lehet, hogy máshogy is meg lehet élni az életet. És ezek csak ilyen érdekes példák, de azt gondolom, hogy a megélésekbe kellene változtatnunk, és ezt akarja elhozni ez az év. És hogyha, amit mondtál, hogy a mindennapi ember hogy készül rá, hogyha a mindennapi ember ezzel nem foglalkozik, és ugye nagyon sokszor ez a spiritualitás, az ki van kiáltva egy ilyen hobbinak, vagy egy ilyen elvont, ezoterikus csacskaságnak, és azt mondják, hogy ők ezt nem hallgatják, nem érdekli őket, nem foglalkoznak vele. Nem kell ezzel foglalkozni, csak azzal lehetne esetleg foglalkozni, hogy miért nem halad úgy az életem, ahogy én csinálom, miért csukornak belőtte ajtók, és hogyan lehetne másképp csinálni a dolgokat. És ehhez nem kell egy spirituális mesternek lenni, hanem csupán rátekinteni a saját helyzetünkre. És csak ennyit kellene, és ez az év erről szól leginkább, azt gondolom. És igazából egy szellem és lelki hozzáállásbeli változásról kellene, hogy szóljon, mert pont a fizikai síkról kellene, hogy te is mondod, hogy ugye az következő cipő, vagy bármiféle fizikai dolog, ami a pénzhez kapcsolódóan egy másfajta bőséget jelent. Tehát igazából most kellene átváltanunk a fizikai értelemben vett bőségről, tehát ne a pénz, ne a felhalmozásról szóljon, hanem a lelki és a szellemi befelé fordulásról. Tehát igazából egy ilyen mély tisztítás lelki szinten, és a félelmektől jussunk el először is az önszeretetig, ami például egy ilyen érdekes dolog, mert ugye a régi nevelési hitrendszerben gyakorlatilag az önszeretet az egy gyönzés,
Holott azért, hogyha belegondolunk, hogy milyen módon tudsz másokkal is segítőkész lenni, ahhoz az kell, hogy saját magadat elfogad, saját magadat valóban szeresd, és akkor tudod utána a világot szeretni, meg hát kezdjük a közvetlen hozzátartozókkal is. Tehát én szerintem itt egy tényleg egy befelé fordulásról lenne szó, ami már egyébként tavaly október 28-tól november 11, ez még csak tavalyi évtől, ami a gyorsítást jelenti, és tulajdonképpen itt egy év alatt olyan nagyon komoly rezgésszintet fog váltani egyébként a Föld, amivel valóban itt jön el egy kicsit az érdekesség, hogy hogyan tudunk együtt emelkedni. És hogyha valóban a Földdel együtt tudunk emelkedni, amit tényleg tudományos oldal, tehát ehhez nem kell spirituális hitrendszernek lennie, hanem egyszerűen a Föld rezgésszintje 20 évvel ezelőtti agykontroll, amikor tanultunk, hogy 7,8 hercen mozog, hát ez már ugye többszörösen nem igaz. Most az internetnek a 21 herce, szerintem ez egy kicsit mint tény valószínűleg, nem tudjuk hova tenni, hogy valóban így van-e, tehát hogy tényleg tudományos alapok vannak-e, de hogy növekszik, az biztos, és vele együtt kellene nekünk is növekedni, és ez viszont lelki és szellemi átfordulást és paradigmaváltást jelentene. És jelent is, tehát gyakorlatilag mi, akik így egy kicsit más dolggal foglalkozunk, és tényleg a lelki oldallal, és előtérbe került, és felvállaltuk ezt, itt lenne egy ilyen változás, amit jó lenne, hogyha egyre többen követnének. És ehhez valóban nem kell spirituális gondolkodásnak lenni a szó hagyományos vagy misztikusabb értelmében, hanem elég, hogyha egy kicsit odafigyel az ember a másikra, vagy egyáltalán a belső lelkére és ennek a megélésére. Egyébként pont a tudomány és a spiritualitás itt egy kicsit én így látom, mintha itt érintkezne, hiszen a tudósok összeültek, és őket is nagyon izgatja ez az egész dolog, és ők ugyanúgy felfigyeltek 2012-re, bár ez az év nagyon nagy reklámot kapott. Pont mondtad, hogy ugye 2005. május 5-én sem történt semmi. De itt meg évek óta ezt súlykolják az emberekbe, ugye egy kicsit ilyen félemlítés, ahogy mondtad, hogy itt valaminek történnie kell, minimum egy világvége legyen, vagy csak a kiválasztottak élik túl ezt az egészet. És a NASA, ez nagyon érdekes, a NASA honlapján nyugtatja az embereket, föl van rakva 10 leggyakoribb kérdés 2012. decemberével kapcsolatban, és egyébként nagyon kedvesen és értelmesen nyugtatják az embereket, hogy nem fog történni semmi. De nem lenézve, tehát nem érezni úgy, legalábbis a magyar fordítást láttam, hogy mint hogyha magát a spiritualitást lenéznék, vagy a majákkal bármiféle gondjuk lenne, hanem így elmagyarázzák, hogy mik lehetségesek, vagy mik nem. Ezt érdemes majd elolvasni. Nem tudom, láttam-e valamelyiket? Nem, de az jutott eszembe erről, hogy mondjuk ilyen, tehát azokban a körökben, ahol mondjuk, hogy úgymond ilyen spirituális emberek mozognak, tehát hogy ott azért mondjuk nagyon hát elterjedt az, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan gondolkodunk, mert a gondolataink fogják megteremteni azt, hogy milyen világot teremtünk magunk köré. És én azt gondolom, hogy ez a fajta gondolat is, vagy ennek a megléte is szintén tudományosan is már nagyon sok, tehát a kvantumfizikában, tehát ott abszolút bizonyítékok meg, szóval tényleg ott is tudósok sora az, aki ezt fölvállalva, akár filmeken, akár egyéb megnyilvánulásokban ezt megteszi. Tehát, hogy arra gondolok, hogy elkezd tényleg átterjedni ez a fajta gondolkodás a tudományosan is alátámasztható megfogalmazásokban, hogy az jutott eszembe, hogy tehát az azért valószínűleg senkinek nem az érdeke, hogy pánikot keltsen, és az, hogy amit mondasz, hogy a NASA oldalán is egy ilyenfajta közlemény van, ami arról szól, hogy lehet megnyugtatni az embereket, vagyis ők is azt követik, hogy tudják elérni azt, hogy a tömegek ne a félelmükben megteremtsenek valami olyasmit, ami mondjuk, hogy tényleg ölthetne olyan méreteket, ami veszélyesebbé teheti azt, hogy mi fog történni. Nem tudom, érthető, hogy mit kapcsolok így össze, ez jutott róla eszembe, hogy én ezt valószínűsítem, hogy itt
Tehát szoros összekapcsolódás van a tudomány és ez az úgynevezett spirituális gondolkodás között. Jó, hogy mondtad a filmeket, mert most itt szó volt a gondolatteremtő erejéről. Azért rengeteg katasztrófa film készül. Nem káros ez egy kicsit? Lehet. New York már szerintem legalább 40-szer összeállított. Igen, így van. Igen, erősítheti a félelmet, ez tényleg. Tehát talán azt is hallottam már egyszer, hogy amikor egy repülőgép lezuhan, és ugye mindenki sajnálkozik, és szomorú amiatt, hogy lezuhan, akkor általában olyankor lehet, hogy lezuhan egy másik is. Pont emiatt, mert mindenki arra gondol. Tehát, hogy tényleg érdemes a dolgokat esetleg úgy venni, hogy valami történik, valamit nézünk egy filmet, akkor nem kell egészen ebbe belehelyezkedni érzelmileg. Azzal a két óra az ezzel telik el, de utána nem pánikolni, mert annak nincsen értelme. És igazából tényleg ez a lényeg az egésznek, hogy azzal, én azt gondolom, hogy azzal lenne jó foglalkozni, ami az én életemben változtatható. És nem azzal foglalkozni, hogy majd hol lesz milyen sötétség, félelem, pánik, stb. Ugye ezt a pánikot, ezt mi teremtjük, tehát... Mondhatjuk azt, hogy félünk tőle, de hogyha én is félek tőle, akkor miért ne lenne ebből pánik? És igazából itt, ahogy a Kata beszélt, arra gondoltam, hogy ezt a spiritualitást szerintem érdemes lenne egy kicsit megfogalmazni, mert így az emberek fejében a spiritualitás az valami elvont dolog, tehát amikor valaki spirituális, vagy spirituális témákkal foglalkozik, akkor az valami elszállt ember. Ez az egyik verzió, a másik az, hogyha valaki jógázik, akkor ő már spirituális. Tehát, hogy vannak itt ilyen zavarok, ami miatt lehet, hogy nem fogadják el azt, amit én vagy mi mondunk, mert azt mondják, hogy ó, milyen elszállt guruk vagyunk. A spiritualitás mindössze az én megfogalmazásomban arról szól, hogy valaki a saját értékrendje szerint él, és valaki őszinte, és azt éli meg, amit ő szeretne, és nem hazudik a környezetének, és nem hazudik önmagának. Tehát ez ilyen egyszerű. És az, hogy mellette én elhiszem azt, hogy esetleg itt más is létezik az igazi megfogható dolgokon kívül, az pedig én azt gondolom, hogy már azzal bizonyítható, hogyha végig gondoljuk, hogy régen a Földet is laposnak hitték, és mindenki elhitte. És amikor jött valaki azzal, hogy ez gömbölyű, akkor senki nem hitte, és azt mondta, hogy á, spiri. És utána meg kiderült, hogy nem is a Föld körül keringenek a bolygók és a nap, hanem mi keringünk a nap körül, és az is egy mekkora nagy paradigmaváltás volt, és azt se hitték el először. Tehát ez is egy ilyen dolog most, hogy annyira ellenállunk dolgoknak, annyira nem hiszük el, holott felesleges ezzel energiát pazarolni bármire is, hogy ellenállunk neki, vagy akár, hogy harcolunk érte. Tehát pont ezzel termelünk egy csomó felesleges dolgot az életünkbe, hogy ellenállunk, vagy harcolunk. Ahelyett, hogy dolgokat engednénk csak a maga útján haladni, és tenni azért, amiért tehetünk, és hagyni megtörténni azért, amiben nem változtathatunk. És igazából, hogyha már itt ugye kérdezted, de asztrológiailag is érdekes év ez, de ugyanúgy 2008 óta is folyamatosan érdekes bolygóállások vannak, és a mostani bolygóállások azok arról szólnak, hogy szabaduljunk ki a régi téveszméinkből, a régi korlátozó hitrendszereinkből, tehát, hogy ne éljük ugyanazt az életet, mint eddig, és egy kicsit emelkedjünk föl lelkileg, szellemileg, érzelmileg, hogy ne játsszuk ugyanazokat a játszmákat, mint régen. És ez például akár indulhat onnan is, hogy nem követem el ugyanazokat a hibákat, amiket generációról generációra mondjuk az én saját őseim. Vagy nem követem el azokat a hibákat, amiket én elkövettem folyamatosan, mert rálátok, mert átgondolom, tudatosítom, és úgy megyek tovább, hogy ja, tudom, mit csináltam, akkor most nem úgy csinálom. És ez ilyen egyszerű is lehet, tehát nem kell csillagkapukon átlépni feltétlen azért, hogy életben maradjál, hanem elég annyi, hogy rájössz, hogy tulajdonképpen mi a legfontosabb, és hogy beszéltük itt a fizikai dolgokat, a pénz és az újabb cipő, még csak az se fontos, tehát az sem lényeges, hogy most ne legyen újabb cipő, tehát nem is ez a lényeg, csak az, hogy mi az, ami igazán fontos az életben, az legyen tiszta. És hogyha jó belegondolunk, hogy azért milyen lelki terheket hurcászunk, meg hogy a szülőkkel milyen viszonyban vagyunk, és egyszerűen ez is egy olyan tovább lépés lehetne, hogy megbocsátok, elfogadom, hogy ő milyen, elfogadom azokat a
tovább lépéseket, amit értékrendbe tovább kellene, hogy lépjek, mert tovább kéne haladjak. Egyszerűen elfogadom az anyai és az apai mintának a egyesítéséből, utána nekem erre kellene menni. Tehát egy kicsit ilyen tudatosabb életmódot jelent, lelkileg jobban pozitívabb hozzáállás ugye a másikhoz. Tehát ilyen pici odafigyeléseken múlna, és tényleg ez, ahogy te is mondod, hogy a jelenben legyünk, hogy nem aggódunk, vagy nem agyalunk a múlton, meg nem akarjuk ugye ezt már megváltoztatni, amit gyakorlatilag nem is tudunk, aggódunk a jövő miatt. Gyakorlatilag magyarokra sajnos különösen jellemző, hogy én aggódós nemzet vagyunk, meg egy kicsit depresszió, vagy legalábbis hangulati hullámzás felé hajlunk. Tehát a múlt és a jövő helyett gyakorlatilag csak a jelenbe kellene élni. És kicsit jobban odafigyelni, hogy éppen most ebben a pillanatban mi zajlik, mit mondok, milyen lelki hozzáállásban élek, vagy vagyok a másik felé. És ez egy csomó mindenben változtatás lenne, sokkal pozitívabb. És egyébként, ha már a tudomány és a spiritualitásnál tartunk, mérhető és egész más energiaszintet jelent. Tehát ezek gyakorlatilag frekvenciák, agyilag is, az agyat is mérik a frekvenciákkal, meg most már a tudomány is érdekes módon közelít afelé, hogy nem is annyira az agy, mint inkább a szívet tekinti középpontnak. Az Élő Mátrix című filmben is pont ezt a tudomány és a spiritualitásnak a közelítését taglalják, és hogyha ezt így nézzük meg ezeket az energiákat, akkor gyakorlatilag még a spiritualitást is könnyebb megmagyarázni, meg ezeket a folyamatokat is. Mert hogy a szeretet is mérhető. Tehát ez is érdekes, ezek a kísérletek, hogy hogyan lehet távolságban is érezni, vagy gyógyítani. És ezek tudományos kísérletek, tehát ehhez nem kell se spirituálisnak, se nagyon pláne okkult irányba menni, hogy ezeket elfogadjuk. Ez nagyon érdekes ez, érdekes kísérletek zajlanak, és komolyak. Igen, hogy a kvantumfizika annyi minden érdekességet bebizonyít, ami nem kerül napvilágra, vagy napvilágra kerül, de nem mondják be a fősodrású médiában este, hogy kedves nézőink, a kvantumfizika bebizonyította, hogy a telepátia földrészeken áthat egy másodpercen belül. Tehát, hogy ez még távol. Igen, így van. Igen, tehát, hogy ez valamiért nem kerül ki az emberek elé, vagy ha ki is kerül, akkor nem azt olvassuk. És ez tényleg egy bizonyítható dolog, hogy mi mindannyian inkább a negatív hírre ugrunk rá, amiben valakit megöltek, kinyírtak, kiraboltak, nem sorolom tovább. Tehát, hogy inkább az érdekel mindenkit, és nem az, hogy micsoda felfedezések vannak. Pedig, hogyha ezt nézzük meg, hogy milyen hatalmas dolgokra jöttek rá, akár csak arra, hogy az anyag maga nem részecske, hanem egy hatalmas tér, tehát hogy már bebizonyítják azt, hogy a végén, hogy tényleg teremtünk a gondolatainkkal, és ezek fizikusok, nem elborult elméjű felállóhajú kis spirituális tudósok, hogy ez egy érdekes dolog, és most beszélgettünk egy ilyen spirituális tanfolyamról, ami kim volt Hamburgban, és nagyon érdekes volt, hogy ott például sokkal több férfi volt, mint nő. Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy ugye itt nálunk nem ez a megszokott, hogy van olyan téma, ami már lassan bebizonyítható tényleg, hogy egy olyan spirituális felfogás, ami a kvantumfizikában bebizonyítható. Ezeknek utána lehet nézni, csak ez valahogy nem érdekli az embereket, vagy nem kötik össze azzal, hogy spiritualitás, vagy ez a fajta gondolkodásmód. Pedig érdemes lenne egy picit utána olvasni, meg utána gondolni dolgoknak, és nem csak menni azután, amit elénk tesznek, és azzal csalogatnak, mint a agarakat a nyuszival. Pedig most már van, bocsánat, egészen emberközeli információ, emotóról biztos hallottatok. Uh-huh. Igen. Ugye nem csak a gondolat teremtőre, hanem a szavak, a kimondott szavak, hogy egy szeretlek szó kimondás, akkor micsoda gyönyörű kristályosodás lesz a vízből. Te tudsz többet mondani a szavak erejéről. Én arra, vagy még így az előző kérdéshez kapcsolódva gondolkoztam azon, hogy nem is kell elmenni így a tudományba, mert hogy azt mondjuk nem mondják be, vagy ha be is mondják, mondjuk viszonylag keveseket érintene, de hogy egy csomó tényleg olyan tapasztalat van, ami tényleg egyszerűen csak ha figyelmünket odafordítjuk arra, hogy én utazom a buszon, és mellettem van valaki, aki mondjuk nagyon jókedvű, vagy nem is kell megszólalnia, semmit se kell csinálnia, csak én érzem, hogy ott jó nekem lenni. És ha mellettem egy olyan ember van, aki nagyon mogorba, és nagyon, tehát árad belőle az, hogy
hogy ideges, hogy feszült, hogy nem tudom én mi, akkor lehet, hogy odébb fogok menni. Tehát, hogy ezek megérezhető dolgok, ha az ember egy icipicit is arra figyel, hogy mi mozgatja őt. Tehát, hogy valahogy, ha önszeretet, akkor én azt mondom, hogy önismeret. Tehát, hogy valahol ott kezdődik a dolog, hogy elkezdek azra figyelni, hogy tulajdonképpen én hogy is működöm, mit is csinálok, miért is csinálom úgy, vagy elégedett vagyok azzal, amit én csinálok, vagy esetleg most már valami, hogy másképp szeretném csinálni. És ugyanakkor meg így eszembe jutott az, hogy igen, én így a szavakkal, tehát ezzel az együttműködő kommunikációval foglalkozom, és azt például érdekes felfedezni, hogy amennyire mondjuk, hogy nem, nyilván nem mindegyik amerikai film, de nagyon sok amerikai filmben olyan párbeszédeket lehet látni a családokban, a gyerek és a szülő között, ahol ez megjelenik, tehát már, hogy ez az együttműködés. Tehát, hogy abszolút, mert ez mit jelent? Ez egyszerűen annyit jelent, hogy nem csak én vagyok fontos, hanem állandóan és folyamatosan, miközben a saját érdekeimet is figyelembe veszem, oda tudok figyelni a másikra is, és figyelembe is akarom venni. Tehát, hogy a szülő is nem olyan formában mondjuk intézi a gyerek dolgait, hogy már pedig ez lesz, hanem fölteszi a kérdést, hogy erről beszélgetnek. Ez egy közöttük egy igazi megállapodás. Mert mondjuk gyakran csinálunk olyan megállapodásokat, hogy azt mondjuk a gyereknek, hogy mi megállapodtunk, hogy ebben ezt meg fogod csinálni, de ez a megállapodás esetleg csak arról szólt, hogy én, a szülő, megmondtam neki, hogy ezt meg fogja csinálni. De az nem volt benne, hogy ő erre mondhatott volna nemet, vagy sem. Szóval, hogy ez valahogy úgy gondolom, hogy nagyon, tényleg nagyon egyszerűen lehozható a hétköznapokra, hogy mi az, amit megtehetünk. Hogyan lehet segíteni azoknak az embereknek? Ugye most már egyre többen gondolkodnak így, én azt gondolom, de még nem elegem. Hogy hogyan lehet segíteni azoknak, akik szinte már önpusztítók, és ezáltal ugye a környezetüket is pusztítják, teszem azt a földet is, mert az is oda tartozik, és csak a rosszat látják, a negatívat látják. Hogyan segítsünk? Hát ha igaz ez a telepátia, akkor például így. Most ezt komolyan mondom. Tehát, hogy valamilyen módon, tehát én úgy gondolom, vagy én magam egyébként nem olyan sokszor vettem ilyesmiben részt, de most eszembe jutott, hogy egy párszor voltam olyan megmozdulásba, amikor kiálltunk a körútra, és ingyen ölelés táblával. Tényleg, aki arra jött, és mondjuk hajlandó volt velünk ölelkezni, azt megöleltük, és ezek között mondjuk hajléktalanok is voltak meg. Szóval tényleg olyan emberek, nyilván nem azok, akik annyira negatívan látták, de azt gondolom, hogy olyanok is, akiknek ez mondjuk mindenképpen egy öröm. Fröccsöt, hogy ezt megkapták, meg sokan odajöttek, és nagyon boldogok voltak, hogy ilyen egyáltalán létezik. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy valahogy ezekkel a megmozdulásokkal lehet segíteni. Nyilván csak azokon, akik azért valamennyire hagyják, hogy segítsenek rajtuk. Igen, mert ez a gyökeres szerintem az egésznek a gyökere, hogy egyáltalán akar-e változni valaki, mert hogyha te mindent megtennél érte, és te megmentenéd az ő lelkét, vagy bármitől is, nem tudod megtenni. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy ő neki éppen az a helyzet, az a szituáció, az az élethelyzet jó-e, vagy akar változtatni. És ebben persze beszélhetsz vele, meg győzködheted, de igazából tényleg az első lépés, hogy ő akarjon, és akkor utána keresi az utakat, de mindenkinek egyéni, hogy most melyik utat tartja jónak. Tehát ugye, hogy mi is több oldalról közelítjük meg végül is a lelki fejlődést, meg a személyiségfejlődést, meg a szeretett formát is, de ugyanoda vezetünk, és gyakorlatilag a jót és a tiszta szándékot szeretnénk. Tehát nem lehet tudni, hogy kinek melyik módszer az, ami jó, és melyik gyors, vagy lassabb, vagy ugye nem vagyunk egyformák tempóban sem, de nehezen tudsz mondani egy olyat, ami most azt mondod, hogy egy ilyen tuti módszer. Tehát igazából több oldalról. Persze, és nem lehet oda menni mindenki egyesére, de talán nem tudom, talán ha többen meditálnának, nem önmagukért, hanem úgy a többiekért, vagy a földért,
Vagy ez a több százezer agykontrollos szubjektíven kommunikál azokkal, akik nem jutottak, nem tudom. De egyébként, amit mondtál, ez az ingyenölelés. Uh-huh. Ugye az emberek kíváncsiak, ez egyértelmű. Ha egy ilyen kezdeményezés elindul, tuti, hogy a legpesszimistább ember is fel fog figyelni rá, hogy azok miért elkezdik ott ilyen vidámon, nem? Hát sok nagyon érdekes volt egyébként az, amit így megtapasztaltunk ebben ennek kapcsán. Tényleg a legkülönbözőbb emberek voltak azok, akik, tehát ha nem is jöttek oda, de egy ideig megálltak, és akkor nézték, hogy itt mi történik, mert hát szóval ez mindenképpen egy olyan valami volt, ami felhívta magára a figyelmet, és jó értelemben. Tehát, hogy itt valahogy egy közeledés történt meg. Izgalmas volt, és tényleg, tehát hogy ez, amit mondasz, ez a meditáció, nekem is ez jutott eszembe, hogy, szóval, hogy ezek azok a dolgok, amiket akkor is meg tudunk tenni, hogyha nincsen jelen valaki, vagy hogyha ő, mert valahogy az én meggyőződésem azért az, hogy tehát én sem megyek oda senkit győzködni, de valahogy az van bennem, hogy tulajdonképpen, tehát bárki, aki belebonyolódik abba, hogy ő is, és a környezete is, és minden csak rossz, és minden csak sötét, és borús, és tehát ilyen nagyon pesszimistán néz a világba, tehát hogy ott valahol belül benne is ott van az igény, hogy másképp lássa, csak egyszerűen nem találja ezt meg. És hogyha mi magunk nem úgy tekintünk erre, az emberre, vagy azokra az emberekre, akik így gondolkoznak, hogy hát ők nem elég jók, vagy nem elég érettek, vagy teljesen mindegy, tehát hogyha valamilyen módon megítéljük őket, az nyilván, hogy ezt az egész helyzetet csak rontja. Tehát, hogyha meg olyan módon tudunk rájuk tekinteni, hogy hát amennyire tudunk, a segítségére vagyunk, tényleg ilyen távmódon, akkor azt hiszem, hogy szóval valahogy abban gondolkozom, hogy mindenki azt tudja tehát megtenni, amit meg tud tenni. Ez lehet, hogy hülye hangzik, de így van. És hogy valahogy, ha erre, az is eszembe jutott közben még a beszélgetés folyamán, hogy szó volt erről, hogy mire fordítani a figyelmet. Szóval, Szóval egy dologra tudunk egyszerre figyelni. Tehát ha odafigyelünk arra, hogy mondjuk másokkal, meg önmagunkkal mondjuk, hogy szeretetteljesek legyünk, akkor nem tudunk arra figyelni, hogy ne legyünk azok. Szóval hogy ezt is érdekes felfedezni, hogy ez egyszerűen így működik. Hogyha meg tudjuk találni azt, sokszor találkoztam ilyen kommunikáció kapcsán, azért ez sokszor előjön, hogy tehát elkezdünk valamiről beszélgetni, és akkor jön a válasz, hogy ja, igen, de, és már megint arra fele gondolkodunk, hogy hol vannak a nehézségek. És akkor tehát nagyon nem olyan könnyű kimászni ebből a körből, hogy ebből az igendeből. De ki lehet? Ez a félig üres, vagy félig tele a pohár történet végül is, tényleg a megközelítés kérdése. Egyébként a meditációra visszatérve, tényleg az a tapasztalat, hogyha, de ezt tudjuk, hogy ez a tömegnek a most a pozitív befolyásolását nézzük, mert végül is persze lehet pozitíven is, meg negatíven is, de hogyha mi eldöntjük, hogy akkor összejövünk, és egyébként az emotóra visszatérve ő pont ezt nézte is, hogy akár egy tavat is lehet a kristály szerkezetét pozitíven varázsolni, egyszerűen, hogy körbevették a tavat, és úgy meditáltak, és gyakorlatilag utána vizsgálta a kristály szerkezetét a víznek, hogy aki már úgy eldöntötte, hogy ő most változna, és hogy ez a csapat összeáll, és egyszerűen az energiákat mozgatja, hiszen ez hat. Egyszerűen ennyi, mert állítólag 144 ezer embernek kellene megmozdulnia, hogy az igazi változás, a dimenzióváltás valóban megtörténjen gondolkodásilag. Tehát annyi is elég. És tudjuk, hogy igazából nem fogjuk tudni az egész Földet nyilván a 7 milliárd emberrel, de nem is ez a cél, hanem egyszerűen az, hogy minél többen legyünk. Tehát hogyha így kezdünk gondolkozni, hogy biztos, hogy lehet úgy hozni mindig újakat, akik nyitottak. Nézzük itt a gyerekeket is, hát hihetetlen, hogy milyen
más gondolkodás és az indigó, meg a kislány gyerekekre gondolom, hát döbbenetes, hogy tényleg milyen más és pozitív és szeretetteljes gondolkodásuk van, ami egy csomó mindent változtatna, nagyon sokat segítene, hogyha őket is így támogatnánk, vagy szülőként máshogy kezdenénk egy kicsit gondolkozni. Tehát itt annyi útja és ága van ennek a témának, amit tényleg nehéz úgy érinteni, hogy gyakorlatilag megtaláljuk azt, hogy mi a leggyorsabb megoldás, de az ürelmes is. Én még szeretnék a kérdésedre visszareflektálni, hogy hogyan lehet segíteni az embereken. Az, amit mi most beszélünk, hogy ingyenölelés és meditáció, ezek fantasztikus dolgok, és tényleg visszaadják az embernek a hitét, az egységét, az önmaga biztosságát. De hogyha valaki ezt nem érti, hogy miért csináljuk, mert azért valljuk be, a ma rohanó embere nem biztos, hogy azt mondja, hogy tényleg akkor leülök meditálni pont akkor, amikor mondják, hogy együtt üljünk le 12:00-kor, mert egyrészt lehet, hogy nem tudja, mi a meditáció, lehet, hogy azért, mert nem érti, mire jó ez. Én azt gondolom, hogy aki azon már elgondolkodott, hogy miért van az, hogy vagy mindig saját magát hibáztatja, hogy ő a rossz, és ő csinál rosszul dolgokat, vagy mindig a külvilágot. Tehát, hogy megint a Józsi tehet arról, hogy megint az a kormány, az önkormányzat, a rendőrök, a nem rendőrök, tehát ha mindig mutogatunk kifelé, akkor azt mondom, hogy akkor érdemes egy kicsit átgondolni, hogy lehet az, hogy az én életemben mindig mindenki betesz nekem. Tehát, hogy ez miért van, és az ezen elgondolkodni, hogy ezen én tudok-e változtatni. És ugye, ahogy mondtad a félig üres poharat, a félig üres poharat tényleg lehet úgy is látni, hogy félig üres, félig tele. És tanulható az a fajta szemléletmód, hogy félig tele van. Ahogy a szeretet is tanulható. És az a fajta gondolkodás is tanulható, hogy elengedem ezeket a negatív indulatokat magam körül, nem hibáztatok másokat, hanem megyek és csinálom a dolgomat. És ahhoz, hogy erre rá tudjak látni én, ahhoz kell egy segítség. Tehát azt nem tudom magamtól. Odáig el tudok jutni magamtól, hogy valamiért már ugyanazt a gödröt járom meg 20-szorra, azt lehet, hogy rájövök. De hogy ne járjam meg 21-szerre, ahhoz kell egy segítség, kell egy terápia, kell egy külső szemlélő, aki ebben tud segíteni, hogy hogyan tovább. Hogy akkor mit kell megváltoztatni, milyen szemléletmódot, honnan jön ez. És ugye ez, akkor már ott tartunk, hogy egy analízis, vagy egy bármilyen terápia, amiket csinálunk, de hogy ezen elindulva meg tudjuk változtatni a szemléletmódunkat, és a szemléletmód megváltozása az nagyon sok. Biztos volt mindenki már olyan helyzetben, amikor tökéletesen elhitt valami negatívat egy másik emberről, és egy tényleg egy utolsó, nem mondom ki, minek nézett ki az illető a szemében, és aztán megtudta, hogy az nem igaz. És hogy mekkorát változott akkor ez az ember az ő szemében. És az is az ő gondolkodásmódja, és nem az az ember változott meg, hanem az ő gondolkodásmódja, az ő véleménye. És ugyanígy bármit megváltoztathatunk, mert a mi világunkat mi látjuk. És azt gondolom, hogy ez lenne a nagyon fontos, hogy így elindulni, hogy elmegyek, valakinek a segítségét elkérem, vagy megkérem, hogy segítsen, hogy hogyan tudnám máshogy szemlélni az életemet, hogyan tudnék örülni annak, ami van, és nem panaszkodni mindig amiatt, ami nincs. Mert azzal ugye sokra nem megyünk. A Maja Vének tanácsának vezetője 2010-ben azt mondta, hogy nem a világ vége jön, hanem 2012 a változás éve. De vajon milyen változás? Negatív vagy pozitív? Nyilván csak is a pozitív változást képviseljük. Azt tudom. Igen, és hát hogy mit látok ebben az évben. Nem csak magatok körül. Én azt látom, hogy az előző években nagyon sok mindenkinek ugye rossz volt az élethelyzete, vagy jött a válság, és rengeteg embernek rosszabb lett. És egy idő után, nagyon furcsa, mert ugye mindent meg tudunk szokni, egy idő után már nem panaszkodtak amiatt, hogy rosszabb lett, hanem megtanulták megbecsülni azt, ami van. És nagyon sok embernél a pozitív változást látom. Tehát én azt mondom, hogy halleluja, mert nagyon sok emberben megváltoztatott dolgokat, érzelmeket, látásmódokat ez az egész történet. És mind a mellett, hogy igen, sok rossz dolog is történt. De amíg én nem vagyok hajlandó szakítani a régi látásmódommal, addig, amíg nem kapok egy pofont, hát akkor lehet, hogy kiérdemlem azt a pofont. Szóval sajnos ez ilyen, ez így megy. Tanulhatnánk pofon nélkül is, de eddig nem akartunk. Most lehet, hogy már kaptunk idáig. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy pozitív változás készülődik.
Az, hogy ki az, aki hajlandó félig üresnek, vagy félig telinek látni azt a poharat, az már lehet, hogy másképp fogja látni azt a változást is. Mert lehet, hogy olyan dolgokról kellene mondani, így a változás kapcsán, amit eddig fontosnak ítéltünk meg, de egy idő után rá fogunk jönni, hogy az nem fontos. Mert ami most elveszni látszik, az nem volt fontos igazán. Tehát bármi is történik, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy szemléletmódváltást hoz. És ez utólag be fogjuk látni, hogy ez jó. Most nem biztos, hogy belátjuk. És magatokban valami változás történik? Bocsánat, még ehhez kapcsolódhatnék, hogy mielőtt így a magunkban lévő változásra, mert az jelent így meg előttem, hogy tulajdonképpen, tehát ugyanúgy, ahogy a félig üres, félig tele pohárról beszéltünk, tehát hogy azok a dolgok, amik tényleg a környezetünkben történtek, vagy ugye amire kérdezel, hogy változott az életünk, és hogy nagyon sok minden olyan történt, amit ott a pillanatban negatívan éltünk meg, vagy akár amit te említettél, a kristály vagy indigó gyerekek, akik mondjuk pokollát teszik idézőjelbe a pedagógusok életét, mert nem tudják tehát nem tudnak abban a formában tovább működni, mint ahogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy ahogy mondjuk minket tanítottak. És hogy valahogy én azt gondolom, hogy ezzel valójában valamiféle segítséget kapunk abban, hogy tehát igaz, egy kényszer is arra, hogy változzunk, de egy segítség is abban, hogy már nem csinálhatjuk ugyanazt, már nem járhatjuk ugyanazokat a köröket és ugyanazokat a dolgokat, amikben hát tényleg akárhogy is, ha őszinték vagyunk magunkhoz, rengeteg hazugság, rengeteg olyan dolog van az életünkben, akár a személyes életünkben, akár a társadalmunk életében, ami már nem tartható fenn. Tehát, hogy ilyen értelemben, és én is azt látom, hogy azok az emberek, akikkel mondjuk én is így találkozom, hogy egész egyszerűen, tehát a meglévő helyzetben próbálkoznak. Tehát, és ez mindenképpen egy nagyobb kreativitást, egy nagyobb mondjuk ügyességet, jó értelemben ügyességet, esetleg arra is indítja őket, hogy sokkal inkább együtt csináljanak meg például dolgokat. Szóval, hogy az egy nagy hátrány, amikor az ember ilyen elszeparálódva próbálja megvalósítani a maga önállóságát. Tehát, hogy ezek, én úgy látom, hogy vannak ilyen hatásai ennek a pillanatnyi helyzetnek. És ti magatok változtatok? Szerintem mindegyikünk abszolút. Rengeteget. És különböző szakaszokra tudod osztani. Szerintem mindenki, hogyha magában néz, akkor meg tudja nézni, hogy a 20 évvel ezelőtti, vagy akár így a sűrűsödött. Még akár az egy évvel ezelőtti. És akár az egy hónap, de minden szinten. Tehát tényleg akár a személyiséget nézzük, akár a munkamódszereket. Tehát annyira más, és szinte tényleg ilyen napi megélések vannak. Tehát szerintem az ember már, ha naplót vezetne, nem tudna olyan gyors tempóban és annyira részletesen írni. Annyi minden történik akár egy-egy nap alatt, és ha tudatos vagy, és felismered a tényleg, és odafigyelve, hogy a körülötted mi zajlik és hogyan, és ha csak nézzük a kapcsolatainkat, azokat a kapcsolatokat, amik gyakorlatilag régóta megvannak, és hogy mennyire átértékeled akár a baráti kör változását, akár a családoddal, hogy milyen felismerések vannak. De tényleg itt a helyben, itt szoktuk sokszor mondani, hogy ez egy olyan közösség, ahol itt nagyon erősen tartunk tükröket egymásnak, pozitív értelemben persze, de nagyon sok olyan helyzet van, amikor rádöbbenünk, meg ugye mindenki egy kicsit tudatosabban éli az életét, úgyhogy könnyebben tudunk segíteni egymásnak. És akár úgy is, hogyha betévett pácienseket vagy vendégeket, hogy most attól függőnek hívjuk, útkeresőket. Tehát tényleg egy nagyon különleges dolog az, hogy mi úgy dolgozunk együtt, hogy nem konkurenciának tekintjük ugyanazt a munkát a spirituális fejlődésen vagy segítségen belül sem, hanem
hanem egymáshoz küldjük, és hogy együtt tudunk úgy működni, hogy tényleg egy közösséget alkotva, és egymásnak is úgy segítünk. Tehát azért szerintem itt a helyben is, mert a reklám helye is lehetne, de nagyon megjelenik egy olyan különleges, szeretetteljes társaság ebben, hogy tényleg érezni az összetartást, meg a javítani akarást, és a jobbítani szándékot egymás között is. Hát ez szerintem nagyon sokat jelent, és egy közösség formáló. Tehát most már tényleg nagyon lejárt a magányos farkasok időszaka minden szempontból, és muszáj, hogy a közösségek összekovácsolódjanak, és érezzék az emberek ezeket a kis társaságokat, hogy mennyire sokat jelent a mindennapokban. Mondja, hogy mondod a kapcsolatokat, mert nagyon sok helyen hallani és olvasni is. Sokan azt mondják 2012. decemberével kapcsolatban, hogy itt a felületes kapcsolatok teljesen és végleg szétmennek. Ami igazság szerint eddig is így volt, de most ez meg sokszorozódik. Hát én ebbe bízom, mondjuk. Hogy tényleg, akire nincs szükség az embernek az életében, akkor ez valahogyan elkopik időzőben. Igen. Talán azért is, mert mi magunk is rájövünk, hogy kik vagyunk igazából, hogy mi az én saját értékrendem, és kire van szükségem, kire nincs, kit szeretek, kit nem szeretek, és nem tartok fenn esetleg olyan kapcsolatokat, aminek nincs értelme, csak egy megfelelésen alapszik az egész. És én a saját életemben azt maximálisan tapasztalom, hogy a felületes kapcsolatok eltűnnek, és az igazán mélyek azok megmaradnak, és azon mindenen keresztül megmaradnak. És ez a párkapcsolatokra maximálisan igaz. Tehát az egész elmúlt év, vagy inkább azt mondom, az elmúlt 2-3 év az erről szólt, hogy a párkapcsolatokban minden, ami nem volt értékes, az elment sajnos, elhullott, vagy kihullott a rostalikán, és igazából ez is arról szól, hogy azt emeljük fel, azt tartsuk meg, ami értékes az életünkben, és így ez akármilyen kapcsolatra igaz lehet, nem csak párkapcsolatra. És ugye minden az értékteremtésről szól, tehát miért ne szólhatna ez a kapcsolatokban is, hogy azt tartunk meg, ami értékes, ami nem értékes, az megy tovább. És ez így helyes, csak azt szoktuk meg, hogy ragaszkodunk mindenhez, és birtoklunk mindent, és ha egyszer ő a barátom, akkor ő neki maradnia kell, akkor is, ha már nem szeretek vele beszélgetni, vagy ő nem szeret velem, vagy bármi. Szóval ez az elengedés, ez nem olyan rossz dolog. Néha meg kell ezt tapasztalnunk. És mi legyen a természettel való kapcsolatunk? Mert ugye arra nem figyelünk. Arra sem figyelünk. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy itt minden azon múlik, hogy minek kezeljük magunkat, hogy különálló lényeknek, akik így megszülettem, és én egyedül vagyok a világon, és küzdök mindennel és mindenkivel, és az a fa ott kell kivágom, ha nem. Vagy elhiszem azt, hogy mindannyian egy forrásból jöttünk, és akkor az a fa is ugyanaz, mint én, az a virág is, az a kutya is. És akkor innentől kezdve nem teszek olyat vele, amit nem szeretném, ha mások tennének velem. Tehát én ebben hiszek. Van olyan kezdeményezés, gondolom több helyen az interneten találtam, hogy ki meghatározott napon, időpontban lehet meditálni a Földért. Mm. És akkor... És ebben Magyarország is bekapcsolódott már egyébként is. Úgyhogy több spirituális közösség is, és sőt, ami pozitív az egészben, hogy az egyházak is, tehát igazából ez nem spirituális. Abszolút, igen. Mm-hmm. Igen, úgyhogy igen, mert hogy nem igazából klasszikusan meditációnak közelítették meg ezt a kérdést, hanem azt mondták, hogy akkor negyed órát pozitívan gondolunk a Földre és a rajta élő lényekre. Hát ezt végül is most a meditáció kérdése is egy kicsit megközelítés kérdése, mert a nyugati ember egy ilyen misztikus dolognak tartja, a keleti pedig azt mondja, hogy akkor elcsendesedek és befelé figyelek. Tehát a meditációt annyira nem tanulni kell, hanem csak ugye ellazulni kell megtanulnunk. Tehát a nyugati embernek ez egy nehezebb dolog, mint a keletinek. Tehát az egyházak ilyen módon tudnak ehhez kapcsolódni, mert ők azt mondják, hogy Istenre figyelek. És így ebben egyetértettek. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt, mert gyakorlatilag így a közösség szemlélés és ennek a pozitív energiának a megközelítése volt a fő célpont és szempontjuk. Úgyhogy ez elindult.
Igen, itt egy kicsit volt még egyeztetés, hogy ez a reggeli, vagy a délutáni, vagy estére volt a jó. És ha meggondoltam, csak ennyit hozza 2012, hogy az egyház és a spirituális világ már egy célért dolgozik, igen. És a tudomány és a spirituális világ is egy kicsit egyetért, akkor azt gondolom, hogy már volt értelme bárminek is történni. Mert tényleg az lenne a jó, hogyha azonos alapon lennénk. Tehát, hogy azt hiszem mindannyian a Földön élünk, tehát nem hiszem, hogy valaki máshol, hogy akkor esetleg érdemes lenne vigyázni arra, ahol élünk. És nem csak egy ilyen spirit célzattal, hanem azért, mert egyszerűen a házamat se rombolom minden nap. Csak úgy, poénból. Mintha minden arra fele irányulna, hogy ez a figyelem egymásra, ami minden méretekben, tehát akár a személyes kapcsolatokban, a párkapcsolatokban, a családi kapcsolatokban, aztán a természettel, aztán a különböző, tudom én, a népek egymással, meg a vallás, meg a szóval minden, mintha azt sugallná, hogy tényleg valahogy, hát itt élünk ezen a Föld nevű bolygón, és hogy ez mindannyiunk érdeke, hogy itt mondjuk az életet tovább tudjuk vinni, az emberi életet. Fog történni szerintetek bármi is fizikálisan érezhető dolog december 21-én, vagy sem? Egyébként nagyon érdekes, azt szokták mondani, hogy így karácsony, december 21 amúgy is érdekes dátum, mivel ugye akkor van a téli napforduló, és karácsony előtt vagyunk, mert mindenki készül a szeretet ünnepére. És nagyon érdekes az, hogy karácsonykor tudjuk szeretni egymást. Hogy akkor úgy valahogy mindenkiben benne van az, hogy boldog karácsonyt kívánunk, bárkivel találkozunk, mosolygunk egymásra, és ugye azt mondom se kell, hogyha mosolyt kapsz az utcán, akkor utána a következő embernek te is mosolyogni fogsz. Tehát, hogy karácsonykor ezt meg tudjuk csinálni, és ezt igazából megcsinálhatnánk máskor is, csak nálunk jelölt ünnepek vannak, amikor szeressük egymást, amikor anyukánkat szeressük, amikor a gyerekünket szeressük, és ezek ilyen furcsa dolgok. De hogy ezért ez a karácsony előtti időszak, az amúgy is szerintem beerősíti ezt a szeretet motívumot. És ezért ez a 21-e biztos, hogy fontos lesz. Mondom már csak azért is, mert mindenki ezzel foglalkozik. Az, hogy milyen dolgok történnek, már csak az, amikor tényleg mindenki egyfelé figyel, az már kisüléseket tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, történhet valami, de nem hiszem, hogy egy olyan dolog, ami úgy megrengeti az egész Földet. Maximum az, hogy kibékülnek a vallási háborúknak az ellenfelei, vagy bármi ilyesmi, ami nem lenne nagy hülyeség, de hogy igen. Tehát, hogy lehet, hogy valami olyan dolog történik, ami akár jó is lehet. És lehet, hogy nem biztos, hogy aznap látjuk ezt, hogy ez jó. Lehet, hogy csak másnap, vagy két hét múlva. Ki tudja. Talán ez a nem túl optimista világszemlélet, ami mondjuk az a világ végét jelenti, szerintem, hogy azt gondolom, hogy hát, ha ez elgondolkodhatja az embereket egy kicsit, és mert ugye óriás marketinget kapott szegény dátum majáknak köszönhetően, igen. Hogy legalább ez elgondolkodhatja az embereket 21-én, és akkor mivel van, én azt gondolom, biztos van olyan ember, aki fél, igen. Hogy hát, ha valami olyasmire fog gondolni, ami jó és szép és pozitív, amit mondtad a karácsony, igen. Úgy is közeledik. És hát, ha megölel valakit. Azért, mert azt hiszi, hogy ez az utolsó nap, és akkor ez egy jó barátság kezdete. Igen, igen. Gyűjjünk össze, igen. Mondjuk azon a napon egy páran, hogy lehetne ilyen közösségeket alkotni. Igen. Mi is mi tervezzük itt, igen. Is. Egy jó alkalom lenne, hogy akkor együtt legyünk. Elő karácsonyként tényleg jobban fókuszálva a szeretetre. Mindenképpen arra gondolok én is, hogy egyfajta éberséget hoz a világba. Tehát mindenki erre figyel. Tehát, és az azt gondolom, tehát, hogy az az alapja a tudatosságnak, hogy figyelünk. Szóval, hogy ez egy ilyen indítás lehetne arra, hogy most így eszembe jutott egyébként is, hogy én például egy olyan fajta váltást, tehát ami konkrétan hallottam, hogy igazából ami december 21-én, 2012. december 21-én be fog fejeződni, az a fajta, mondjuk, hogy életmód, meg gondolkodásmód, amiről azt szoktuk mondani, hogy a férfias
Tehát, hogy az, amelyik ilyen kifelé áradó, kifelő, tehát a hatalmat megragadó, és a hatalmi mondjuk pozícióból osztja le a dolgokat. És kifelé figyelő. Igen, és 2012. december 22-én pedig megszületik az a fajta mondjuk a női gondolkodásmód, ami a befogadásról, az együttlétről, az egymás figyelembevételéről szól. Tehát, hogy én például ebben hiszek, tehát, hogy ezt úgy el tudom hinni, hogy itt, mert úgy látom, hogy ez egyre inkább szükséges ahhoz, hogy mondjuk, hogy sokkal jobb életet tudjunk élni egymás társaságában. Ez én azt gondolom, ez egy nagyon szép végszó volt. Ha nem szeretnétek tovább lövíteni. Én köszönöm nektek a beszélgetést. Két hét múlva találkozunk egy három új terapeutával és új témával. Meglepi témával. Meglepi témával. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!